Fenekestől felfordult Borbély Alexandra élete az elmúlt egy évben, mióta a testről és lélekről megnyerte a Berlinale fődíját. Most már az Oscar-díj kiosztóra készülhet, hiszen alig több mint két hete van hátra a gáláig. Most idézzük vissza azt a pillanatot, amikor decemberben Európa legjobb színésznőjének választották Alexandrát, utána pedig vele beszélgetünk. Így vette át a legjobb európai színésznőnek járó díjat Borbély Alexandra a Testről és lélekről című filmben nyújtott alakításáért. A színésznő szinte tündökölt, sokat küzdött ezért a szerepért, ugyanis Enyedi Ildikó először nem válogatta be. Thank you, Enyedi Ildikó. Give me this. Akár csak a világsztárok, úgy vonultak végig a vörös szőnyegen a magyarok. Jó napot! A film egy vágóhíd gazdasági igazgatójának és új minőség ellenőrének különös álmairól szól. És maga? Maga mióta támadott? Ezt. Micsoda? Ugyanezt. A visszafogott, lebénult balkezű Endre és az autisztikus viselkedésű Mária ugyanazt álmodják minden este. Az Európai Filmakadémia díjátadó gáláján Alexandra olyan népszerű színésznőket utasított maga mögé, mint például az Oscar-díjas Juliette Binoche, vagy az Oscar-jelölt Isabelle Huppert. Üdvözöljük az Európai Filmdíjas Borbély Alexandrát. Jó reggelt! Jó reggelt, jó köszönjük reggelt. Szépen, hogy bejöttél. Jó téged látni, hogy vagy? Feldolgoztad már az eseményeket? Pont azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen a díjak, ami tulajdonképpen a Berlinale óta történt, vagyis egy éve, meg ez az egész csoda, ami történik a filmmel, hogy ez a fokozatosság, ez hát egyre jobban örülni, hogyan lehet. Azon gondolkodom, igen, hogy meg egyetlen fokozatosság ez. Még jobban örülni, ugye ezeknek a díjaknak, hát nem is tudom, hogy ezt hogy lehet. Hogy, mert sokan kérdezik, hogy is örülsz az Oscarnak, és mondom, hogy persze, hogy örülök, csak igazából annyira örültem már ennek az Európai Filmdíjnak, hogy nem tudom, hogy kell még jobban örülni. Szóval hát ez jön belőled, nem? Ahogy megéled, ahogy ott is megélted. Persze, az de az emberben, én bennem volt akkor valamiféle beteljesedés, amikor én megkaptam ezt a díjat, azt hiszem, mint ahogy láttuk, milyen sokkos állapotba kerültem, és nálam az volt ilyen csúcs. Úgyhogy most igazából ilyen kíváncsisággal, mert tekintek a jövőbe, mert hogy nem voltam még Amerikában, elég fura, hogy így megyek ki először egy ilyen eseményre. Aha. Úgyhogy csak nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz látni ez az tényleg, embereket. Amit most mondtál, hogy nem voltál még Amerikában, és az első utad az Oscar gálára vezet, ahol te jelölt vagy, vagy ti jelöltek vagytok, igen. Tessék, ez egy tündérmese, nem? Igen. Készülsz az Oscarra, vagy hogy készülsz rá? Van bármi előkészülés? Hát minden nap, amikor tudok, akkor angol órára megyek, úgyhogy igazából ennyi, azt hiszem. Ruci? Megvan már, jobban mondva, még nincs, még nem érkezett meg, de már ki van választva. És... A színét szabad tud? Igen, én is ezt kérdeztem volna. Vagy nem. Ha nem akarod, nem mondd el. Hát nem mondom. Jó, nem mondd el. A filmet azóta hányszor láttad? Meg egyáltalán hányszor láttad? Nem azóta, nincs ilyen, hogy azóta, amióta készen van, így gondoltam. Láttam egyszer stábvetítésen, aztán Berlinben, az ottani premiéren, és ja, most eszembe jutott, hogy még egyszer láttam Budapesten, a szüleimmel, meg a hivatalos bemutatón, és utána meg Prágában megnéztem még. Mit gondolsz most róla? Mit gondolsz a filmetekről? Azt gondolom, hogy az az ereje, abban van az ereje, hogy időtlen. Hogyha 10 évvel ezelőtt, vagy 10 év múlva megnézzük, azt hiszem, hogy akkor is ugyanazt a hatást fogja gyakorolni. Nyilván azért is, mert a szerelem ennyire fontos téma, de mondjuk itt azért különleges dolgok történnek a szerelem körül, és szerintem az időtlenségében azért nagyon különleges, mert hogy... nem egy mostani társadalmi probléma, vagy politikai dologra reflektál, hanem egy olyan dolog, ami örök. Ez nagyon-nagyon fontos, amit mondtál nekem, azok a filmek a kedvenceim, amik pontosan ezt tudják, amiről most beszéltél. Egyedül nehéz ilyen művet alkotni. Igen. Kicsit térünk vissza az Oscar gálára, mert hogy ezt nem hagyhatjuk szó nélkül. A ruhához? A ruhához is, és én szeretnék többet elárulni. Mikor mész, kivel mész, kivel szeretnél kint találkozni? Gondolom ezeken azért folyamatosan gondolkozol.
Én még játszom 2-án, és hát azt hiszem, hogy valahogy reggel indulunk, de már 3-án ott leszünk ilyen 4 óra körül. Még semmi sem biztos, hogy konkrétan mikor, de valahogy így lesz, úgyhogy remélem, hogy nem leszek kómás. Szerintem az adrenalin. A díját adó. Nem, én is ebben reménykedem, yeah, hogy ettől az egész, ami ott körülöttem lesz, az felébreszt. Ildikóval most mennyit beszéltek enyed Ildikóval? Hát nem sokat, mert ő például, amikor bejelentették 23-án, hogy benne vagyunk az 5-ben, akkor elutazott másnap Tokióba, aztán elment Los Angelesbe, és most már pár napja itthon van, azt hiszem, de nem beszéltem vele. Van most hétköznapi életed? Tehát, hogy jut időt családra, párkapcsolatra, színházra? Minden nap játszom szinte, ugye azért is, hogy úgy csinálták meg a programot, hogy én majd el tudjak menni, pedig akkor még nem tudhattuk, hogy benne leszünk-e vagy sem, úgyhogy most nagyon sokat játszom, és igazából mindig azt érzem, hogy nincs időm. Ebben az egész évben azt érzem, meg a tavalyban is azt éreztem, hogy nincs elég időm. Jó lenne egy picit megállni, ugye? Egy picit megállítani az időt, az órát. És kérdezni a pillanatot. Igen, azt hiszem, hogy ezt majd nyáron, amikor ülök egy ilyen Balatonparton. És azért sem tudod ezt, ugye, mert hogy lehetett olvasni arról, hogy kaptál külföldi ajánlatot már a díj kapcsán? Szabad erről valamit megtudni? Hát van ami már biztos, szóval Csehországból kerestek meg Szlovákiából, és most voltam még Prágában a héten pont egy castingom, úgyhogy várom a válaszokat. Kedves feladat neked, amire kérnek? Szívesen csinálnád? Igen, és elég sok feladat, úgyhogy... Szlovákiában is, meg Csehországban is, meg van egy film, aminek nagyon örülök, ami angol nyelvű lesz, és cseh a rendező, de koprodukció, és a Klaas Bank is benne lesz, ő lesz a főszereplője, aki a négyzetnek a főszereplője. Úgyhogy vele már találkoztam a ruhapróbán. Aha. Ez nagyon izgalmas. És mit fogsz játszani? Mi lesz a szereped? Ha lehet erről beszélni. Abban a filmben egy magyar menekült leszek, akinek van egy 6 éves kislánya, és tulajdonképpen a szeretője lesz ennek a férfinak, akit a Klaas Bank játszik. Mit kívánnál még magadnak? Most annyi minden jó dolog történt vele. Van olyan, amire még vágysz, amit még megvalósítanál? Hát igazából azt szeretném, hogy üljek egy ilyen nyári teraszon, és akkor ott... És akkor itt így elgondolkodjak ezen, hogy mi is történt velem, és így tulajdonképpen, hogy is mondják ezt, hogy így számot vetni erről a csodálatos évről, ami történt velem, azt hiszem, hogy valamilyen ilyen csöndes nyugalom. Mi meg azt kívánjuk, hogy megint érjen egy olyan sok hatás, hogy megint ne tudj beszélni, csak sírni. És itt nálunk is velünk is. Mi azt nagyon szeretnénk. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen.